Sziasztok, ez itt a Párasító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Fifko Krisztián, alias Mujó. Jó estét, fiatalok! Vége a hétnek, majdnem. Majdnem. Ez még csak egy csütörtöki péntek. Egy remek pénteki adás. Igen, de ha úgy vesszük, hogy a szombat munkanap, tehát péntek, akkor ma péntek van, tehát csütörtök. Tehát Andornak megint jó lesz. Miért szombat munkanap? Igen. Fuck holnap yeah. Dolgozni kell. Brovább. Hát a nigger rabszolgáknak, azaz nekünk. Volt egy csomó érdekesnek, nem mondanám, inkább elszomorító ír, amivel fájdalmas a hét, igen. Találkoztunk a héten, és mindegy, szerintem vegyük egy kicsit lazábbra a figurát ezzel kapcsolatban, mert nem tényleg, ha minden héten csak azt sírjuk el, hogy hol és mit tiltottak be, akkor pillanatok alatt eret is vághatunk akár. Úgyhogy én pár laza kérdéssel is készültem, és a Scarabeus-szal. Ja, hogy már neked van már Scarabeus a kezedben. És mit mondott adás előtt? Hagyjátok már ezt a szörcsöktetést! Az egész más, amit te művelsz, ez a... Ez kifinomult módon gőzölgés. Nem értettem, öreg miért tüdő, zavarja, öreg aztán... tüdő, nem gőzmozdony. Aztán leesett, hogy a csöndet akarta belőni éppen. Igen, mert bármilyen hihetetlen is, de ezt meg kéne tartanod a jó szokásodat telefonról. Így a jó. De ezt csináltad, Krisztián, úgy is, hogy bekapcsolod a számítógépet, azon nézelődhetsz, de telefonról tolja. Igen, igen. Szerintem ez tök jó megoldás így. Semmi. Igen, de a számítógépem egy forgalmas csomóponton helyezkedik el, és ott nagy a jövés menés körülöttem. Nem most, ugye, amikor... Laha Lujzán vagy. Az Osztyapenkónál. Forgalmas csomópont. Hát, telágazódás, ha úgy van. Telágazódás inkább. Szóval, ez a hetünk se kezdődjön vidáman. Philip Morris fölébredt, egyébként tudjuk, hogy nem haldokló hangvaiból, mert régóta sejtjük, gyanítjuk, látjuk, illetve különböző próbálkozások azért kikerültek innen-onnan, hogy a nagy dohány cégek is be fognak szállni az e-cigaretta bizniszbe. Most pedig úgy néz ki, hogy a Philip Morris két úgynevezett platformon fog terjeszkedni. Ez a hangod, ez egyébként ez borzasztó. Ez borzasztó? Gyerekes ez a da-da-da-da, ez nem hozzád méltó. Nem, jó. De hát majd tényleg kiválod, a dócigén muszáj volt ki hozni magamból. Szerintem két jó kis fanfár volt. Szerintem is. Hát jobb volt, mint hogyha valami ilyen akasztós nótát nyomtam volna. Tehát az a lényeg, hogy a Philip Morris két platformon is megújítja a kvázi dohány termékeit. Ezt el is nevezte mindjárt 1-4-ig, beszámozta a platformjait. Az úgynevezett egyes és kettes platform az még ugye alacsony hőfokon elégetett dohányterméket fog jelenteni, de a 3-as és a 4-es platform az bizony elemmel működő e-cigaretta eszközt fog takarni. Azt még nem tudjuk, hogy magát a porlasztást azt milyen módon oldja meg, tehát hogy marad-e a hagyományos üvegszál, vagy bármilyen hőnek ellenálló tekerés plusz kantál, vagy pedig valamilyen mikroporlasztásos eljárást fog használni, kvázi aeroszolként fogja üzemeltetni az eszközt, de nagyon-nagyon gyanítjuk, hogy a folyadék összetétele az igazán az e-cigaretta folyadékokra fog hajazni. Tulajdonképpen egyébként, hogyha megfigyeljük ezt a tendenciát, akkor most az körvonalazódik, hogy a dohánygyárak, mint egy szent grára úgy tekintenek az alacsony
hőfokon elégetett dohányt használó készülékekre, és az e-cigarettát, mint egy mellék terméket próbálják meg ezen a vonalon behozni a piacra, és különböző ellenérveket kreálnak, mint hogy tehát érted, egy dohánygyár szájából ezt hallani, egy káros vegyi anyag. Érted? Hát ez fufa kell magát. Komolyan mondom, érted? Ez azért ez szerintem így lerúgott mindenféle megállapítást. Tehát ez haj az a WHO megállapítására, hogy azért káros az e-cigaretta, ami nincsen benne filter. Illetve azért jobb a dohányzás, mert ott legalább van filter. És az látszik, hogy a piac egyfajta újrafelosztására készülnek a dohánygyárak. A mostani egyébként szerintem nagyon helyesen, sokszínű, tarka, liberális, mindenféle igényt kielégítő piac az úgy látszik, hogy a jövőben igen-igen be fog szűkülni. De hát szeretném, ha ti is mondanátok erről a gondolatról valamit. Miközben én tisztítom a kuzimat. Igen? Én nagyon aggódva figyelem ezt az egészet. Én egyrészt nagyon bizakodó vagyok, de mint már még az adás előtti beszélgetésben sikerült megjegyeznem, hogy én többnyire kiderül később, hogy aztán naív voltam. De hogy én nagyon bizakodó vagyok az ügyben, hogy nagyon kín van ez a szellem már a palaszból. Tehát nagy, a szabályozás nátik, meg a dohánygyárak is nagyon későn léptek, és megtörtént az az a boom az e-cigi történetében, ami után már nem lehet visszatúszkolni a palacba. És ettől függetlenül persze nagyon megnehezíthetik a dolgunkat, meg mindenkinek a dolgát, mert emellett az optimizmus mellett azért iszonyat aggasztó és nyomasztó, hogy ekkora monstrumok, mint a dohánygyárak és a gyógyszergyárak, meg világszerte a puritán kretének, akik döntéshozói székben és döntés előkészítői befolyással rendelkező székben ülnek, és ők akarnak irányt szabni ennek az egész dolognak. És ez baromi aggasztó, de én azért még bizakodom. Nagyon, nagyon, nagyon kemény idők lesznek ezek. Engem ezek a én csak a termékeket nézem. És tökre örülök, hogy végre elérték azt a szintet, amit ezelőtt 3 évvel a kínaiak. Hát inkább 4-5. Jó, most csak olyan szép hát volt ez a csak 3. Érted, egy nagyon rossz forgatókönyvet figyelembe véve a dohánygyárak elkezdik nyomni ezeket a kvázi elavult dolgokat, és menet közben megpróbálják ellehetetleníteni, mert ugye az előző adásban, vagy 2 évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy a Wells Fargo legújabb jelentése szerint ugye az USA-ban az eladások alapján a második, harmadik generációs eszközök igencsak lenyomják már az első generációs cuccokat, hogy ez nekik nem nagyon fog tetszeni, és nekiállnak a dohánygyárak a töménytelen mennyiségű pénzükkel fészkelődni a döntéshozói emberkék körül, hogy ugyan már nézd meg, mi is ezekkel a termékekkel nyomulunk, akkor mitől olyan, miért szabadabb a kis elcigis cégeknek az élete, hogy ez nagyon beárnyékolja a dolgokat. Belegondoltatok a pont abba, amit a Krisztián mondott ezzel, és ezzel a Philip Morris-os történettel össze lehet fűzni azt, amit nem is tudom melyikőtök rakott be a show notes-ba egy a WHO-s? Nem, nem, az osztrák tüntetés, igen, vagy hogy mondjuk ott ezt? Ott a legrosszabb forgatókönyv van készülve. De ez most pont ezt mondta a Krisztián is, és van benne valami, hogy ugye most a németek azért vonulnak az utcára, a parlament elé, teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy hova, de kivonulnak, mert hogy az ellen, a törvény ellen demonstrálnak, hogy az e-cigarettát és azok kiegészítőit csak trafikokban értékesíthessék, és nagybetű, aláhúzva kétszer, megvastagítva, kizárólag dohány monopólium
forgalmazhassa. Tehát nem a kínai, hanem az a, akit ő most itt fejleszt, mondjuk a Philip Morris. De nagyon csönd. Igen, mert Azt hittem, leszakadtam. Olyan veszély lesz. Ugye ezt már többször kifejtettük, hogy egyrészt, amíg a mostani hagyományos likvidgyárak egyfajta kínálat-keresleti piacon alapulnak, és nem kezdenek el komolyabb vegyi kutatásokat abba az irányba, hogy hogyan tudják a nikotin felszívódást gyorsítani, vagy hogyan tudják igazán rászoktató eszközzé tenni az elektromos cigarettát, úgy fönnáll a veszély annak, hogy a dohánygyárak viszont elkezdik ezt a fajta vonalat felszedni, és gyakorlatilag úgy állítanak át cigarettáról e-cigarettára, hogy annak mindenféle káros, tehát a rászokást segítő részét valahogyan átültetik a vegyiparba. Arról ne legyen senkinek, vagy afelől kétsége, hogy olyan anyagokat fognak használni, amik a fogyasztói szokásokat befolyásolják, ebbe teljesen biztos vagyok. Hogy? Tehén úgy. Tehén, igen, hogy majd az e-likvidbe is a tehén. Igen, az e-likvidbe. Szóval itt azért nagyon-nagyon szar dolgoknak nézünk elébe. Na, ez a kettő, ez alátámasztja egymást, úgyhogy én is ezt gondolom. Ez az egész nyomuló dohánygyárak dolog, ez annyira megmételyezi az egész e-cigi tisztaság. Tehát igazándiból nem jut eszembe a megfelelő szó, de hogy... Nekem egy kifejezés. Hogy alása az egészet, tehát folyamatosan veszélybe sodorja az, hogy oda fészkelődnek ők is. Mármint, hogy erősebb kutya baszik. Hát nem, akár... nem erre gondolok, hanem az egész tisztaságát. Tehát ott azért ott van Klávéc, ott van Farszolinusz, és mindenki szajkózza, hogy nem, ez nem kapu a dohányzáshoz, stb. Stb. És hogyha hagyunk egy, másfél, két évet a dohánygyáraknak, hogy a kis vegyi labórjaikban, ahogy Fifika mondta, belepotyvaszták a mag, mindenféle ki tudja milyen cuccait, amitől a falat kaporod csak, hogy dohányt égethessél, onnantól kezdve nem mondhatjuk már azt, hogy de hát az elektromos cigaretta nem ilyen, mert fölmutatja a Philip Morris ilyen direkt, lesz, hogy így van. Látod? Ilyen. És ez nagyon gáz. Ilyen egyrészt, másrészt pedig én attól félek, hogy azonnal monopól helyzetbe tudnak kerülni, ehhez nem kell nekik csak két döntéshozó, aki mondjuk előír olyan vizsgálati anyagoknak a meglétét, amit a kis gyártók, a manufaktúrák nem fognak tudni teljesíteni. Tehát azonnal keresztbe tudnak tenni a piacon bárkinek. Én előre ugranék, a hatos pontot előrehoznám, mert nagyon ide tartozik szerintem, és a kapcsán van gondolatom így a kettőhöz. Jó, hozd előre. Ha szabad. Persze. Hát ugye a Velvet Iron Fist blogon hozták le, hogy kiszivárgott egy meg nem erősített, de kiszivárgott WHO dokumentumnak tartott valami, amiben a WHO még módosítgatás alatt lévő elektromos cigaretta ajánlásait szedegették össze, ami két dologról szól igazából. Az egyik az, hogy azt javasolnák a törvényhozóknak, hogy tiltsák be cuzame az elektromos cigaretta marketingjét, tehát ne lehessen marketingelni. Ezen kívül szintén szeretnék javasolni, hogy vagy szigorúan dohány, vagy gyógyszertermékké legyen minősítve a holmi. Ezen kívül még nyomulnak a közterületeken való vépelés kapcsán, tehát ugyanúgy a dohányzásról egy kalap alá szeretnék javasoltatni ezt az egész dolgot, de ebbe semmi új nincsen. Ami új a dologban az az, hogy azt javasolják a törvényhozóknak, hogy szülessen egy olyan jogszabály,
ami megtiltja azt, hogy közegészségügyet érintő döntésekbe bármilyen szinten bevonjanak dohány cégeket, azok képviselőit, vagy akinek távolról bármi köze van ezekhez a dolgokhoz. Ami alapvetően, hogyha ezt így meghallgatjuk, akkor nem annyira gáz, mert valóban egy dohánycég ne jöjjön. Viszont, hogyha a kettőt összevetjük, és az elektromos cigit is betolják a dohánytermékek rublikába vagy fiókba, akkor innentől kezdve lehetetlenné válik az egyeztetés az elektromos cigaretta oldal képviselőivel. Márpedig a jogszabályalkotásban úgy kell nekünk, mint egy falatkenyér, hogy hallgassanak meg végre minket, és vegyék figyelembe ezeket a dolgokat. És itt ez a baromi nagy gebasz a Philip Morris-os meg a dohánycéges vonalakkal összevetve. Hogyha összemosnak minket, a dohánycégek sikeresen összemossák az e-cigit a dohánytermékekkel, mert ezen nyomulnak, akkor ez a fajta WHO vonal, ez teljesen tönkrevág mindent. Hát egyrészt őket meg ez nem fogja érinteni, mert az akaratukat nem egy egyeztetéssel fogják keresztülvinni, hanem különböző lobby tevékenységekkel. Tehát nyilván őket ez nem fogja úgy érinteni, mint az elektromos cigaretta használók érdekképviselőit. Igen. Nekünk nincsenek Nokia-s dobozaink, az a helyzet. Nekünk nincsenek, oké. Van csak kurva üres, tehát ennyi a... Igen. Tele vagyunk üres Nokia-s Egy, dobozaink. tele vagyunk üres Nokia-s. Kájfunos, tájfunos, mindenféle üres dobozza. Ha ezt az összeset megnézve, fú, szörnyen aggasztó. De én azért még bizakodom nagyon. De igen, te vagy az örök optimista, tudjuk. Én tényleg hiszek abban, hogy annyira kín van a palaszból ez a bizonyos ecegi szellem, hogy itt már nem lehet, mert az utcákra megyünk, és kardére hányunk az összes kretént. Igen, a közösség ereje. De tudod, hogy Öten az utcára megy. ilyenkor szoktam mindig azzal példával, az, hogy mennyire nem lehet egyébként megmozdítani az ember. Nem csak az ECG kapcsán, bármi kapcsán. Mennyire eltunyult ilyen szempontból ez a társadalom, hogy annak idején még nem tudom én, kis Lackó Mónikát kirúgták a munkahelyéről, és akkor kiment 200 ember tüntetni mellette, mert szimpatikus volt neki, megismerte. Most meg ettől sokkal, de sokkal nagyobb ügyeké nem lehet 50 embert az utcára vinni. Tehát az egész társadalomnak a problémája egyébként, hogy nem áll ki a saját érdekei mentén. Kiáll, az csak már belefásult szerintem. Hát, Charlie, azért azt te is tudod, hogy ez a, vagy a klasszikusokat idézem, ez nem ugyanaz, mint hogyha a talpát masszíroztam volna. Tehát egy Facebook csoportba megmondani a frankót, meg kimenni az utcára, az két teljesen különböző dolog. Érted? De ma a világ arra tendál, hogy számítógép előtt ülő fotelforradalmárok hajtják a vizet, és nincs mögöttük tömeg. Tehát ez az azt hiszed, hogy tömeg vagy, de közben meg nem. Ez a probléma. Érted? Én nem tudom, ezen mi tudna változtatni. A néhány kinti EFI szervezővel beszélgettünk a minap, hogy most már az ugye közeledik november vége nagyon, és túlléptük a 160 ezer aláírást, és talán jó eséllyel egy 200 ezeret összeszedünk. A rengeteg alapvetően, tehát igazándiból példa ilyen mértékű összetömörödésre nem volt még, de az 1 millióhoz képest az nagyon kevés, és hogy mi kellhet az embereknek ahhoz, hogy bakker. Pedig itt még föl se kell kelni a karosszékből, hogy összejöjjön. Már tudjuk, hogy vagyunk annyian, ez nyilvánvaló, megmondják a statisztikák, és mégse. És én azon gondolkoztam ezen, hogy simán lehet, hogy az van, hogy még így lóg a levegőbe. Tehát itt még egyeztetések nem, mert azok nincsenek. Tehát így lebegtetik ezt az egész témát, hogy most mi lesz, hogy lesz, az EU-s szabályozás sincs még bevezetve sehol. Úgyhogy
én arra tudok csak gondolni, hogy még nem érzik a bőrükön az emberek. De aztán az meg, amit most az előbb mondtál, hogy egy csomó olyan dolog van, amit meg igenis a bőrükön éreznek, nem egy cigi kapcsán, minden más kapcsán, és az sem motiválja, az sem mozgatja meg az Nem, embereket. tehát amit mondtam, azt én nem kifejezetten az e-cigarettára mondtam, hanem Ja, hogy nagy abszolút. általánosságban nem lehet megmozdítani az embereket. Vannak különböző internetes csoportok, meg nem tudom én, és akkor úgy el vannak a fotelbe, de az, hogyha már föl kell kelni, tehát nézd meg a, nem tudom én, 20-25 évvel ezelőtti nagy népszerűségnek örvendő hobbikat, hogyan silányultak el. Én a modellezést tudom fölhozni, ugye, mert abban voltam egy időben benne. Most már az, hogy te fölkeljél, összerakjad a gépedet, kimenjél a reptérre, ott összejöjjön egy társaság, megbeszélgettitek, röptettek, ezt csináltok, azt csináltok, annyira kevés ember mozdítja meg a seggét, betölt egy repülőszimulátort, azt jó van, érted? Összetöri, összetöri, nem kell utána 3 napig dolgozni vele. Tehát egészen megváltozott a világnak a hozzáállása. Sajnos. Régen minden jobb volt. Így van, így van. 3,60 volt a kenyér is. 7,20 Charlie, meg kilós kenyeret nem nagyon vettünk, tehát pedig fiatal vagy, 3,60 volt. Ja, bocsánat. Jaj. Kilós kenyér az olyan snasz volt, tehát érted. Nagy családok voltak, nem. Kiló kenyeret nem vett senki. Két kilós vekni. Ott kezdődött a kenyér. Hát abból még lehetett tenni zsíros deszkát. Bizonyám, pedig az csak egy sajtolt zsír volt, piros paprikával, sóval. Ó, lila hagymával. És akkor erre jött a haverom, hogy ő cukros zsíros kenyeret evett. Ne is mond, ne is mond, apám is. Az hogy lehet? Nem tudom, állítólag finom, életemben nem ettem még. Én már nem emlékszem ki, basszus, valamelyik ismerősöm, de nem emlékszem, csak hogy ki volt, de arra emlékszem, hogy a tejszínhab és a savanyú uborka kombója keveredett össze, és azt szerette rettenetesen, de nem ugrik be, hogy ki volt az, ez is kellően bizony. Hát az én nagylányom az már ilyen, várjál, Nutella szalámi kombó, erre szavazott annak. Hey. Én gyerekkoromban pedig elneveztük a bátyám, a Isten nyugosztalja, japán zsíros kenyérnek, a zsíros kenyér citrommal. Tehát ha még ettetek finomat, egyébként eszméletlen jó volt. Zsíros kenyér, beírdaltuk a zsírt ilyen sűrűre, és akkor rácsöpögtettük a citromot. Isteni volt. Na, haladjunk. Egész sajátságos. Haladjunk, mert nem haladunk. Van még sok-sok pont. Jó, hát ha még mindig tartjuk ezt a vonalat, akkor egy cikk kapcsán beszéljünk a fiatalok vépeléséről. Ami egyébként emlékeztek a Pivko Krisztiánra. Valami madár, emlékszem rá, igen. Amikor a saját családjában a kiskorúnak nem vett e-cigaret. Fiatalkorú. Bocsánat, nem kiskorú, fiatalkorú, neked van igazad. Tehát akkor itt a fiatalkorúak vépeléséről. Ugye van egy határ, amitől az emberek elfogadják azt, hogyha valaki dohányzik. Ez a határ pedig gyakorlatilag, hát én mikor kezdtem, én 15 évesen kezdtem el dohányozni. Te mikor kezdtél, Krisztián? 13. Úristen! Charlie? 14. Hát ez a gimnáziumba menet. Aha. Ez a későn érő típus vagy. Későn érő típus, igen. Igen, és hogy ez a határ ugye egyrészt eltolódik, másrészt sokkal könnyebben, tehát az interneten sokkal, de sokkal könnyebben hozzáférhetnek
A gyerekek, hát a fiatalok sokkal könnyebben hozzáférhetnek bizonyos dolgokhoz, mint eddig. Annak idején az érdekes volt például, hogy a trafikba bárkit kiszolgáltak. Tehát én bementem Jogszó nélkül. gyerek fejjel bementem a trafikba, kértem egy doboz Kossuthot. Mondjuk lehet, hogy a trafikos rám szólt volna, mert ismerte apámat, és tudta, hogy fecskét szív. Tehát akkor megkérdeztem, hogy nem fecskét kell vinned? De ez De annak idején nem ezen tiltott kívül a jogszabály. nem tiltott a jogszabály, így van, de ehhez képest például nem emlékszem arra, hogy mondjuk ilyen 10-12 éves gyerekek az utcán nyíltan bárhol szívták volna a cigarettát. Tehát az a 15-16 év volt, amikortól már azért így nyíltabban dohányzott az ember. Igazából az, hogy a kiszolgálást, meg a nem tudom én mit kitolták és beszigorítottak, és így nem lehet, úgy nem lehet. Nyilvánvalóan hogy is mondjam, az intézkedés mértékéhez képest azért nem hozott olyan nagy látványos javulást. Én most is látok tizenéves gyereket bagóval a szájában az utcán, csak most már az a különbség, hogy nem szól rá senki. Annak idején azért még igen-igen keményen megszólogatták ezeket a gyerekeket. Én szemtanúja voltam annak is, amikor pofon verték a fiatal dohányzót, hogyha még tudom, iskolás korú volt, mert éppen cigaretta volt a szájába. Akár a saját tanárja is lekevert neki egy sollert, és ha hazament a gyerek panaszkodni, akkor még otthon megkapta a szüleitől is a másik felét. De most ugyanez a helyzet, vagy ezt a helyzetet próbálják ráhúzni az e-cigarettára, és az Facebookos csoportokkal példálóznak. Hogy az e-cigarettás Facebookos csoportokban mennyi fiatalkorú található meg. És erre jó lenne egy picit nekünk is odafigyelni, bár ugye a két rossz közül inkább ezzel foglalkozzon a gyerek, mint az igazi dohánya. Nem tudom nektek erről mi a véleményetek. Meg a szipu. Meg a szív. Hát arról nem is, tehát kábítószer gyerekem, hát én csak regénybe olvastam róla annak idején. Azt most pont volt egy ilyen fórum, hülye vagyok már, Facebook bejegyzés, valaki írta, hogy a ne csiszatold a mikrofont, köszönöm. Nem az asztalt Hát takarítom. az se. Podcast van, az asztal tiszta, nem krákogunk. Na, szóval most volt nemrég egy Facebookos bejegyzés, hogy valakinek a fiának az iskolában az öltözőből ellopták valami kínai meha egy klónkájfunnal készülékét, és mindenféle retorziót helyezett kilátásba az úriember. Alapvetően igen elítélendő, de nekem az volt az első reakció magamban, mert hát nem konfrontálódok, hogy hát hány éves az a gyerek? Ez nem derült ki, vagy aztán azóta lehet, hogy kiderült, de még amikor én is olvasgatom a posztokat, ez nem derült ki. Jó, hát feltételezzük a legjobbat, legyen mondjuk 17-18, de hát akkor is testnevelés óra az egyetemen nincs nagyon. Ha csak nem a Igen. DR-re jársz, mondjuk. Tehát. Nem, ez nem igaz. Az új oktatási rendszerben, a főiskolákon, felsőfokú oktatásban is kötelező a testnevelés már. Hála Isten, hogy én már végeztem az ilyen irányú tanulmányaimmal, és nem kellett testnevelés órán izzadnom, de ez nem az volt, mert valaki ott szóba is hozta ezt, és jött rá a válasz. Ez olyan fura, nehéz dolog, mint mikor te nem tudtad, hogy szapportáld a húgodat. Mert végül is fiatalkorú, és ne szokjon erre rá, de ha meg ott van a másik fele, akkor Igen, hát igen. Hát inkább figyelj. basszus erre, mint a cigire, de nehéz, Így nehéz. felölelve az egészet, amit Fifika mondott, én emlékszem rá, ugye hát 13 évesen bőven általános iskolába járt,
láttunk, és az volt a program tanítás után, hogy Óbudán a Kandó Kolesz mögötti sportpályához alatt totemoszlopok álltak, oda jártunk föl dohányozni. Valóban nem flangáltunk az utcán füstölögve szanaszéjjel. És valahol középiskolában jött el az a váltás, amikor már az annyi idős gyerekeket nem csesztették az utcán, tehát akkor már lehetett, nyilván az iskolában nem, ez meg nem akadályozott minket abban, hogy de de akkor kimenti az iskola között. elé azt. Igen, és hogy ennél a srácnál is az van, hogy ne felejtsük el, hogy az édesapja írta ezt a posztot, és valószínűleg ez egy családon belüli elfogadott dolog. Tehát nem hiszem, hogy a szájába nyomja a középiskolás gyerekének az e-cigit, hogy fiam, ezt szívjad. Ellenben, hogyha tudja, hogy dohányzik a fia, akkor lehet, hogy tökre örül neki, hogy inkább e-cigizik helyette. Hát én lehet, hogy még egy ilyen makarenkói pofonnal megoldottam volna a dolgot. De Az hát a, figyelj, az Sárni, a... ne legyünk már, hogy Ne hívják, legyünk már álságosak, igen. Én úgy irigyeltem kitudok régen ebbe a azokat szakot. az osztálytársaimat, Igen, igen. akiknek te dohányzol, hazafele az iskolából, tudja, fater, de tipikusan nem akarok senkit előítéletes, tehát nem akarok előítéletekkel senki irányában fellépni, de tipikusan a panelből az osztálytársak, tudjátok, akik bandáztak lent, és nekik tudták otthon, vagy egyszerűen csak leszarták. És ők voltak ezek, és hú, de irigyeltük őket ilyenkor, hogy ú, neki lehet. De erről nem sem a cigaretta, sem az e-cigaretta nem telt arról. Tehát ne felejtsük el, mi is voltunk kamaszok, hogy milyen egy kamasz gyerek. Ki fogja próbálni, így is úgy is ki fogja próbálni. Az meg már a szülőnek a dolga, hogy pláne, hogyha vaper a szülő, és azt mondja, hogy jó, fiam, a napi fél doboz, egy doboz, két doboz helyett, akkor már inkább vépelje. Tehát nem ismerjük a körülményeket, mert nem feltétlenül kell ferde szemmel nézni az apukára, mert simán lehet, hogy egy olyan a szituáció, ami már a tiszta szátóból is elhangzott az előbb, hogy egyrészt, akkor már másrészt inkább mégis sok. Meg egy 16 éves nagy kamasz gyerekkel mit csinálsz? Érted? Ja. Tehát amikor örülsz annak, tehát a mai viszonyokat figyelembe veszed, örülsz annak, hogy otthon van, hogy hazajár, hogy nem drogozik, hogy nem issza magát eszméletlenre minden hétvégén valamelyik kocsmába, nem adja el a cuccaidat, és tehát, hogy egy társadalmilag nagyjából elfogadható életet él veled, ennek már sajnos ma örülni kell. Fiam, gyere már ide, tekert már meg nekem újra, mert nekem szemüveg kéne hozzá. Na, hát érted. Tehát, egyrészt, másrészt meg lehet, hogyha elkezdesz bekeményíteni, meg beszigorítani, a mai fölfogás szerint a gyerek egyszer csak fogja magát, azt kilép ebből a környezetből, mert úgy érzi, hogy te, nem tudom, megkötöd a kezét, lábát. Tehát kétféle viszonyulás van ezekhez a dolgokhoz, vagy egy elfogadó magatartást tanúsítasz, és megpróbálod kontroll alatt tartani, vagy abszolút tiltod, és úgy is meg fogja csinálni. Érted? Tehát nem állhatsz oda a gyerek mellé éjjel-nappal, hogy mit csinál. Senkinek nem lesz jó. Ez az én véleményem. Lányos apaként azért tudnék ezekről a dolgokról mesélni, de én soha nem turkáltam a gyerekeim holmiába, soha nem tiltottam őket semmilyen dologtól. Valahogy azért a családi környezet olyan volt, hogy fölérték épésze, hogy meddig mehetnek el, meg meddig nem. Én most még tovább gondolkoztam ezen az egészen, hogy vaperapaként, hogyha dohány, kiváltképp vaperapaként baromi nehéz, vagy vaperszülőként baromi szar lehet nézni, hogyha dohányzik a gyereked. Miután te már váltottál, és tudod, igen, hogy mi igen, ez az egész. Igen. Kérdezzük igen. meg legközelebb a Dudust. Mert hogy a találkozón úgy emlékszem, hogy a lánya dohányzott, a lányának a barátja elcigizett. Botrány! Hát ez hogy... És ő ezt élete legnagyobb, hogy is mondta? Élete legnagyobb kudarcának tartja, hogy a lányát nem tudta rászoktatni, hogy leszoktatni, hogy átszoktatni. De nem, de figyelj, nem kell messze menni, mert egy halom olyan vapert ismerünk, többek között magamat is,
akiknek meg a házastársa dohányzik. Érted? Hogy te le tudtad tenni, de nálunk például a feleségem nem. Pedig hát ugye minden segítséget megkap ahhoz, hogy letegye. Visszafogni, vissza tudtam fogni a cigarettafogyasztását, tehát ilyen napi 4-5 szálat szív el. Van egy cigie, nagyon szép rózsás, virágos Ego dupla szed, GSH2-es kazánna, mindenféle, amilyen ízt kíván, olyat állítok neki elő, de mégse tudta elszakítani ezt a köldögzsinort a cigarettával. Lehet, hogy szarokat keversz neki. Elképzelhető. Elképzelhető, majd adok neki de az ízot. Általad kevert málnám. Igen, tehát amit egyébként a lefolyóba öntenék, azt kapja az asszony. Nem, de igazából mit tudsz csinálni? Tehát vagy konfliktust gyártasz ebből a dologból, vagy tanúsítasz egy elfogadó magatartást, és megpróbálod kontrollálni. Hát én az utóbbit választottam, tehát soha nem volt ez közöttünk vita. Felnőtt ember, ha ő így gondolja, és így szeretné megélni az életét, akkor így éli meg. Tehát én ebből soha nem csinálok konfliktust, és lehet, hogy rosszul csinálom, de az is lehet, hogy jó csinálom. Nem tudom. Tehát nyilván ezt majd a jövő dönti el. Az jutott még eszembe ez ügyben, hogy a sokat emlegetett kis Hómát, tehát így sosem lehet ezeket a kérdéseket vákumban kezelni. Tehát van egy kontextus, hogy nálunk a kis húgomnál az adta meg a döntést, hogy nem, hogy ilyen napi egy-két szálas dohányos volt. És hogy ez a még nem függő, tehát akár ha a napi egy-két szálat szívsz, akkor akár ne szívjál semmit, bekelt ki azt a 2 évet, és utána annyi egy lesz, amennyit csak akarsz. De hogyha szülő vagy, és látod, hogy napi egy dobozzal szív a gyereked, az azért egy egészen más tészta. Igen, igen. Szóval nehéz kérdések ezek. Szerintem egyébként jó, hogy beszélünk róla. Az is lehet, hogy most kiengedtük a szellemet a palackból. Egyébként azért várjuk az észrevételeiteket a témával kapcsolatban. A sok fajsúlyos téma után, mielőtt jön az olvasói blokk, egy pár lájtosabbat is beolvashatnánk. Rögtön itt van elsőnek nekem, ami nagyon tetszett, a mindig jönnek a milyen rohadt veszélyes az elektromos cigaretta, mert fölrobban az aksi, meg mikor tudjátok, ott a pultnál nem jó töltővel töltötte, mert valami iPhone vagy iPad töltővel akarta föltöltenie. Idiotizmusra éppen nincs nem olyan gyógyszer. Áram erősséggel, amivel lehetett volna. És itt van, önnek egy új halálos fenyegetése érkezett. Az eredeti, ez ilyen bulváros indexes... Az eredeti videó az 3 nappal korábbi, tehát picit később mozdultak rá a témára. Ez van. Ez van. Mert hogy ugye ott is mi történt, végre egyszer nem elektromos cigi, hanem a telefon akkumulátora volt az, ami utángyártott Samsung telefon akkumulátor, és csere közben, tehát még csak nem is az, hogy egy bekapcsolt működő készülék. A teremtő végre magához szólította, és fény és hanghatások közepette kilehelte a lelkét, és akkor itt felsorolnak persze, mert nincs zsebben hordott telefon felrobbant, és keresztül nyomta az egyik bordáját a szívén, meg telefonálás közben felrobbant a készülék, és a szétrepülő darabok a nyaki verőerés értették fel. Értitek? Telefon! 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 Nem elcigi. Igen. Be kéne tiltani a telefonokat. Hát ez az egyik, a másik pedig, hogy az utolsó mondat, mielőtt legközelebb Kínából rendel pár dolláros akkumulátort, gondolja végig, mennyire éri meg a dolog. Vagy végrendelkezzen. Vagy végrendelkezzen, igen. Ez bármilyen akkura is lehet érteni, akár mondjuk, mert azon a kínai weboldalon olcsóbb, mint a hazai shopba akkumulátort. Mert ott csak $1.50. Ja. Ja,
Hát tudjátok, aminek a külseje a úgy van, liszt, hogy ami benne van, az tényleg igen, annyi. ezt akartam mondani. Ez az egyik. A másik, ugye a amiről már talán múlt héten beszéltünk, ez a rossz töltőt választott. Ez most a Standard UK oldalon is fellelhető volt cikkként. Itt is már megint az van, hogy nem azt használta, nem ahhoz, amihez kellett volna. De azért, ha megnézed a helyszínt, tehát önmagában a kijellemzed a tett helyet, tehát azért az is nagyon sokat elárul. Érted? Tehát azért ott tettek azért, hogy ez megtörténjen. Igen. Ha megnézed azt a számítógépet, meg a kábel rengeteget a háta mögött, meg a gondolom óriási szabványos csatlakozókat és az elosztót, akkor tettek ezért, hogy ez így történjen. Egyébként meg tök mindegy, hogy mit dugott volna a falba, egy picit megterheli ezt a hálózatot, akkor ez a vége. Ennyi. Nekem ott a felütés tetszett, hogy ki kellett üríteni egy egész iskolát. Persze, tűz volt, tűzriadó. Na, hogy ki kell ez az előírás. Nem. Lángol a számítógép, de nem. Meg ugye ott van tulajdonképpen nem tény, hanem a investigators believe. Tehát, hogy hát ő megvarul a győződő, úgy gondolja, hogy azért, lehet, hogy nem ezért, de akár ezért is lehet. Mármint, hogy ugye ez azért gyulladt föl, mert hogy számítógépen keresztül törtötte egy rossz adapterrel a készülékét. És hogy a szoba az komolyan megrongálódott. Hát, hogy a tűztől nem lehet komolytalanul meg kissé, komolytalanul rongálódik meg. Egyébként megbarnult. Egyébként meg én a helyében rettentően örülnék, tehát ha ránézel az íróasztalra, hogy ott mi van, azt és, néztem, hogy, az, igen, és hogy az nem kapott lángra. Ott azon csak papír volt, meg zsebkendő, meg morzsaporszívó, meg spré a sarokba, meg, tehát érted. Várjál, WC papír guriga. Figyeled, közvetlen a tűztől jobbra. Tűzfészek mellett. Tehát ez valami óriási mák volt, hogy a tűz így és csak ennyit rombolt ezen a helyen. A fal tele műanyag dobozokkal, szenzációs kábelcsatorna, amit akarsz, minden. Csupa nehezen és mérgező, toxikus anyagok nélkül égő dolog. Igen. De egyébként ez a sok-sok jó tanács és figyelmeztetés az akku használatra, amit a műsorban elhangzott az elmúlt hónapok során, az rám például tökre hatással volt. Én előtte teljes lelki nyugalommal ott hagytam éjszakára a töltőbe az aksikat, ha elmentem akkor is, tehát így mindig valami töltődött, és mostanában sokkal-sokkal jobban odafigyelek ezekre, és nem hagyom. Tehát akkor tölt nálam aksit az aksitöltő, hogyha ébren vagyok, és ott vagyok mellette. Ja, az nálam mondjuk érezhetetlen, tehát nálam is magára van hagyva a történet. Nem ilyen felelőtlen, történet, bocsánat. De ilyenkor leveszem fél amperre, töltőgy éjszaka, aztán, tehát ezt ne várja senki, hogy egy szobában alszom a töltővel, az ott van, ahol kell lenni, aztán reggel, tehát úgy én se hagyom, hogy föl van töltődve, benne van mondjuk 4, azt akkor hagyom, hogy a muslustát kiveszem, azt akkor ennyi. Küldöd másfél amperbe. Most és elutazol egy hónapra. Pont amikor mi erről beszélgettünk, ezekben a műsorokban, még valamikor a podcast sorozatok elején, akkor én 2 darab 18-350-es aksit így bevágtam a hátizsákba. És szilikontok nélkül? Szilikontok nélkül, és én nagyon ritkán használom. És egyszer csak így nézem a hátizsákom, olyan furcsa folt van. Rajta kinyitom azt a zsebet, ahol ez volt még, nem tudom én, krimpelőkkel, meg akármikkel együtt. Kinyitom, és az egyik aksiról leolvadva a piros fólia. Sikerült az aksiknak, ugye a mindennek megvan a valószínűsége, hát most annak is meglett, hogy az egyik aksit rövidre zárta valami. Figyelj már, szerintem annak még nincs semmi baja. Van nálam zsugorfólia, rakunk rá, aztán jó van, használhatod tovább. Nem, köszönöm. Bele sem merem tenni a töltőbe.
Na, Nem. de hogy a hülyességre nincs orvosság, és mindig ezen beszélgetünk, ugye, hogy sokszor elmondunk sokféle dolgot, nem csak mi, mások is, és hogy mindig az az érzésünk, hogy ezt csak azok az emberek hallgatják, vagy nézik, akiknek közük nincs hozzá. Tehát mi elmondjuk sokszor, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, és ugye pont az szarik bele, és pont az nem hallgat mondjuk podcastet, vagy nem néz videót, vagy mit tudom is én, akihez szólna ez az egész. Mert ő nem fogja visszaírni, hogy hó, hát milyen hülyék voltunk, nem olyan jellemes, mint a Krisztián, ugye, hogy így bevallja adásban, és nem tudjuk, hogy elére hozzájuk igen, nem a dolog. Minden esetre a négyszemű sötét lovag is csinált most egy új videót, Geek Number One, úgyhogy azt is ajánlom mindentől függetlenül, hogy nem én, meg nem te, meg nem a Mujó vetette föl a dolgot, megnézésre. Várjál csak, milyen hosszú, milyen hosszú. Nem rövid, úgy mondom inkább. Nem Ja, rövid, meg is így van. nézem, meg lett a 53 perc, és sok mindenről van benne szó. Úgyhogy Gyakorlatilag mindenkinek ajánlom megnézésre, aki most kezd elcigarettázni. Ugye Blacky azt csinálta egyébként nagyon, hogy is mondjam, attraktíva a dolog, hogy megnézte a Facebook csoportokon legtöbbször fölmerülő kérdéseket, és ezekre próbált meg ebben a videóban válaszolni. Remélem, hogy ez a sorozat már a számozásából ítélve is sorozat lesz, és nem fogja ezt abba hagyni, úgyhogy csak így tovább, sötét lovag. én tudod, mindig attól félek ilyenkor, hogy az a 8, 10, 20, akárhány ember, 100 ember végignézi, akik erre fogékonyak, Akik egyébként is akik tudják, egyébként erre is hányan méter, igen. tudják, és maximum magukban nyugtázzák, hogy jól tudtam. Szóval ezért fura. És akkor nyakra főre alakulnak az új csoportok a Facebookon is. Épp tegnap volt egy komment, bejegyzés, fénykép, anyám kínja, cunami, amit nevet nem mondok, nem is tudnám most így hirtelen megmondani. Várjál csak, Charlie, tehát Ne mondjunk, ne. így van. Én annyit szeretnék mondani, hogy így utólag is mindenki nevében elnézést szeretnénk kérni ettől az úriembertől, de egyszerűen én másfél óráig meg voltam győződve róla, hogy ez egy nagyon rossz kínai fordítóval írt szöveg, és mindez mellett azt hiszem életem egyik legvidámabb Facebook csoportjának lehettem a tagja, mint egy másfél-két óra hosszán keresztül. Egyszerűen kiszabadult ez a szellem a palackból, és megállíthatatlanná vált. Olyan emberek tettek a saját humorosságukról tanúbizonyságot, akikről egyébként nem feltételeztem, hogy ilyennel rendelkeznek. Illetve hát ugye a Facebookos bejegyzésekről az értesítések nekem jönnek folyamatosan a postaládámba, és még ma is visszanézegettem egy-kettőt. Hát én egyébként köszönöm ennek az embernek, hogy ezt megtette. És ha ez egy média hack lett volna, akkor az ECIG is történelem legnagyobb média hackjének lehettünk volna a tanúi. Hát ezt azért nem jelenteném ki. A legnagyobb média hacket mit csináltuk, ugye? Emlékszel, most említsük meg Poncsót az adásban? Nem majd a végén. Na, szóval ezek ismeretében mondd azt, hogy a második legnagyobb, mert szerintem az. De nem is ez a lényeg benne, hanem mindenki, hogy is mondjam, vannak olyan csoportok, amiben annak örülsz, hogy te nem olyan vagy, mint a kérdező. És ezzel dicsekszel, vagy kérkedsz, vagy én nem tudom.
És szerintem itt egy picit mindenki örült, hogy nem ő a, hogy ő tud helyesen írni, hogy ő olyan dolgokat tud, amit a másik nem. Aztán utána én azt mondom, hogy azok ismeretében, ami kiderült az úriemberről, hogy mondjam szépen, hogy nem olyan könnyű neki az élet, mint nekünk, és Igen, nem tehát, hogy... lehet mindenki, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy szar az életünk, annál van rosszabb is. Nem gondolom úgy, hogy most azért korbácsolni kéne bárkinek is magát, és álmatlan éjszakákat eltöltenie. Nem tudtunk róla, nem tudott róla más sem. Mindenki kinevette magát, éppen azon, amit beírt ő, vagy beírt más. És itt zárjuk is le szerintem, tehát nem kell senkit ezért sajnálni. Mindenki megtanul élni a saját dolgaival, fogyatékosságaival, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezeket a dolgokat. És nehézségeivel. igen, igen, és látjátok, küzdő is azért, hogy ne a cigit szívja, és küzdő azért, hogy az ismerősei sem. Ez viszont nagyon pozitív. Úgyhogy innen is gratulálunk neki. Így van, így van, tehát mindenféleképpen pozitívra értékelném én ezt a... Egyébként, bocsánat, nekem utána eszembe jutott, hogy nekem azért volt ilyen ismerős a fényképről, mert én találkoztam egyszer vele Oszinál bent a boltban, és ott ketten segítgettünk felváltva neki, és teljesen pozitív benyomása volt az embernek, tehát végighallgatott minket, és beszélgettünk erről. Az, hogy valaki írásban nem tudja úgy megfogalmazni azt, amit más meg mondjuk beszédhibás, és írni tud. Tehát nagyon sok mindenre van Egyrészt, példa. másrészt Oszinak volt annyi sütnivalója, hogy ezt a csoportot aztán átalakította egy e-cigi stand-up comedy csoportá. Én magam úgy foglalnám össze a tegnapi napot, hogyha valakinek van felesleges TH-ját, átveszem, kannás és érdekel, tablettások kíméljenek. Tehát nagyjából Igen. e körül forgott tegnap a csoport, de az biztos, hogy a tegnapi nap legpörgősebb ecigi csoportja, illetve szerintem úgy amblokk az a idáig legpörgősebb ecigi csoport volt tegnap 2 órán keresztül ez a csoport, és még egyszer elnézést is köszönjük a lehetőséget, hogy ezt így átélhettük tegnap. És kijelenthetjük azért, hogy a csoporttagok igényeit maximálisan figyelembe vette az úriember, mert valaki szólt neki, hogy ilyen csoport, hát a stílus nem tudom már átvenni, hogy ilyen csoport már van, azonnal változtass meg, megváltoztatta. Én mondtam neki, hogy szerintem az előző sokkal jobb volt. És 2 perc múlva És megváltoztatta. azt adta. Hát ennyi. És utána zárójel bezárva, mikor elkezdték oltogatni, hogy de hülye vagy, mert nem tudsz írni, meg mit tudom is én, mert ehhez is hülye vagy, meg ahhoz is, hát annyira azért nem hülye. Az Oszit megcsinálta adminnak, ő pedig kilépett. És nem kezdett el vitázni senkivel, úgyhogy ő ezt itt lezárta magában. És nekem is írt, én meg utána mondtam, hogy szarjon a hülyékre, az a lényeg, hogy ő érezze jól magát, és Charlie, szerintem mindenféleképpen ennek a podcastnek a linkjét külön küld el neki, és ezúton is gratulálunk hozzá. jó, megteszem. Amint még szóba kéne ejteni, és aztán tényleg jöjjenek az olvasói levelek, az a 6. pont Krisztiánnál. Már volt. Bocsánat. Már előre vettük az elején. volt. Amitről még szót kéne ejteni, az ott van a kezedbe, és nem kéne kiejteni. Ki is ejthetem? Itt a minőségi padlóburkolat, vagy itt nem törik. Itt a padlóburkolat fölveszi a rezgéseket. Leszállt, a sas leszállt, a sas leszállt. Mostantól a hívójelem, Scarabeus 079. Igen. Itt van a ganajtúró a Vajon kezemben. ki kapta meg a 69-est a fenapofáját? Hát én a 77-et szerettem volna, de
Ezek a németek olyan hülyén küldtek össze-vissza mindenféle sorszámot. Nagyon, nagyon jó pofa kis készülék. És a kicsi az tényleg úgy mondom, hogy ilyen so cute, nagyon kis kézbe simuló, még a 18650-nel is, most éppen Typhoon Dripperrel, verhetetlen a hangja is, de nem is ez a lényeg, hanem 2 milliméterre kisebb, mint a kuzi. igen. Még az egó csatlakozóval együtt is. Hát milyen egó csatlakozóval, mert hogy egó csatlakozó nincs rajta. Ott is csak... Képeken még egós volt a teteje, az 5-10. Az a sűjesztett egós jó volt. Hát ez egy 5-10 csatlakozó. Tehát ott nincs sűjesztés. Krisztiánnak a fejében van sűjesztés. Hát még ki is veséztük, ne hülyéskedj. Hagyjad már, nem tudom, mit ittál, vagy mit szívtál. Vagy megint kiderült, a németek hallgatták a podcastot. Hallgatták a podcastet, így visszamentek a tervezőasztalhoz. Így van, így van. Szóval nagyon pici, és nekem, én nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, de 18.350-ben már kényelmetlenül pici. Olyan pici, hogy akkor a középső, gondolkoznom kellett, felmutatnom, középső ujjammal nyomom a gombot, és a mutató ujjam már rajta van a dripper kazánon, és egy idő után ugye az kellemetlenül meleg. De tegnap meghajtottam rendesen, és ami tetszett, ugye ez az elhalványuló LED, amivel jelzi, hogy éppen hogy áll az aksid, és hogy egy idő után már nem is világít, tehát 3 voltnál van az, hogy a LED sem világít, onnan tudod. Bocsánat. Megrákogja, és kivágod. És gyakorlatilag ennyi. Várom a színes gyűrűket hozzá. Még küldött Dudus egy szerelőpadot is hozzá egyébként, ami nem képezi a készlet részét, hogy ilyen szépen fogalmazzak. És valami bődület, fiúk. 30 deka, párizsiból is sok. És nagyon kényelmes rajta, mert bazi nagy, nehéz, könnyű vele dolgozni. Az előzőekhez képest, ami volt, meg ugye ez a kis műanyagdobozos, ohmmérős, szerelős vackon kívül. Úgyhogy jó pofa, most itt van a két Typhoon, ezeket pödröm, egyiket a másik után, és mind a kettővel jól dolgozik egyébként, mert dobálgatom rajta a GT-t, meg a drippert, és még a végén sem éreztem nagyon különbséget a gőz mennyiségében, illetve a TH-ban, úgyhogy jó lesz ez szerintem. Csak nem tudják a németek, hogy ide kell küldeni ingyen. Hát ennyi az összprobléma vele. Na, jöhetnek az olvasói kérdések? Vagy jöhetnek. Akarunk még valamit? Jó. Töt. Ah, Ziegler Szerin Ferenc. Érdemes lenne szót ejteni sok kezdőről, akik kettő hozzászólást sem hajlandó visszaolvasni, hanem rögtön csak írás módba kerül. A milyen kezdőkészletet típusú kérdés naponta többször megválaszolni eléggé... Micsoda? Eléggé okay. Fárasztó, igen, azt a kifárasztó. Oké, okay, senki nem úgy születik, hogy tisztában van mindennel, de azért ne legyünk pofátlanok sem. Fárasztó és unalmas, miközben körülbelül fél óra alatt rengeteg információt össze lehet szedni a fórumban, a Facebookon is. Senki nem úgy születik, hogy tisztában van mindennel, de azért ne legyünk pofátlanok sem. Ezt ki nem akarja kommentelni? Én ezt kommentelném, hogy ez egy embertípus, tehát ez, erre nem lehet nevelni. Vannak azok az emberek, akik a legtriviálisabb dolgot is inkább megkérdezik, és konkrétan tovább tart, több időbe telik neki beírni a kérdést, amit ős ahhoz hasonlók hetente ezerszer föltesznek, mint hogyha rákeresne a Google-ba, és meg lenne a válasz. De hát ez egy ilyenfajta ember, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, ignorálni lehet, és átsiklani az ilyen típusú bejegyzéseken. Tudod, mi van, hogy az egyik az, hogyha a Google-it használná, lényegesen gyorsabb lenne. Kettő, hogy az a baj, én egy csomószor voltam vele úgy, hogy még nem válaszolt rá senki.
és hogyha veszed a fáradtságot, akkor talán releváns információt kapsz. Ha nem veszed a fáradtságot, akkor jön egy kettőt kérdeztem és profilettem ember, vagy olyan, aki még életében nem látott, de tanácsot szeretne adni. Mert neki Már olyan hogy van. olyan készüléket mondjuk nem látott, tehát lemaradt ez a zárójeles rész a mondatból, mert olyan, már sokat látott olyat már képen, és azt hiszi, hogy ért hozzá, és tehát benned van az, hogy inkább te fáradjál vele, mint olyan, aki nem ért hozzá. Csak egy idő után mindenkinél elfogy a türelem, meg elszakad a cérna. És aztán jönnek, hogy de miért kell olyan bunkón válaszolni? Hát, mert te voltál az N plusz egyedik, ahol N természetes egész szám nagyobb, mint 1000. Igen. Ő húzta ki a gyufát, hát ez van. Igen, Nem, igen. szerintem ezt a fajta embert nem lehet önállóságra nevelni. Önállóság, igen, ez a megfelelő kulcsszó szerintem. Az a baj egyébként, hogy azok a kérdezők, akik előbb kérdeznek, és aztán megsértődve talán még az is lehet, hogy utána néznek a dolgoknak, azok egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy gyakorlatilag a vaperek akkor kérdezzenek már, hogyha legalább az alapokkal tisztában vannak De egyrészt. az sem kell szerintem, mert ha nem vagy tisztában az alapokkal, kérdezz el, hogy milyen egót vegyél mondjuk. Csak tudod te is, hogy a 10. komment után már nem ott tartunk, hanem ott, hogy de Kínából a fasztekről olcsóbbak. Igen, csak Igen. ezek a kérdések nem úgy kezdődnek, hogy sziasztok, végigolvastam számtalan oldalt, úgy gondolom, hogy nekem egy EGO 1300-as akkumulátor felelne meg, szerintetek hol érdemes venni? Tehát ez Igen. nem így kezdődik. Ez úgy Ilyenek is kezdődik, hogy vannak, csak hát ritka. mi a szart vegyek, és akkor a végén már ott tartunk, hogy vegyél 80 ezeré ezt, meg azt, meg amazt, mert az milyen piszok, azt se tudja szerencsétlen, hogy ki miről beszél, és ha esetleg bevásárol valamit, akkor még csak a problémája van. Ezt tudod mi? Most mondod a bevásárló 80 ezerért. Tegnap láttam a fórumon, és hirtelen, nem, rosszul is lettem tőle, már hogy fizikailag. Egy picit ideges is lettem, hogy ott volt egy nagyon kurrens készlet. Azt láttátok? Volt benne Typhoon Eye, volt benne GT, volt benne Dripper, volt benne Provári P3 Beta, amiből 4 van az országban, de ez Ja, pont igen, a béta szúrt szemet nekem igen, is. a Beta, hogy nem is, és összeszámolgattad 200 ezer forint. Tehát valaki nyerészkedésből, vagy mit tudom is én milyen célzattal, vagy csak azért, hogy rossz tanácsot kapott, bevásárol ilyenekből, és utána eladja. Hát, vagyis hát árulja, mert ennyire nem fogja eladni. Úgyhogy igen, tanácsot kell adni, de azt meg is kell hallgatni. Vagy hát én ezért nem szeretem azt a rengeteg Facebook csoportot, mert ha csak háromba kérdezel, megcsinálhatnánk ezt egyébként. Három Facebook csoportba betennénk ugyanazt a kérdést. És Kíváncsi lennék, hogy melyikben mit válaszolnak? milyen válaszokat kapsz, így van. Igen. És mind a Így háromba van. mást javasolnának. Jó, persze más az ember, de aztán elmenne, és látnád, hogy 67 komment, úgyse olvasod vissza az elejére, csak látnád, hogy hát te hülye vagy, bazd meg, vegyél egy kínai hanát, és akkor már hogy klónt, és azzal elmész akár 30 wattig, és de hát azt nem írjuk bele, hogy hát a töltő csatlakozójára vigyázz, mert úgy van megtaknyolva, hogy kiszakad belőle. És aztán egyébként az a köcsög, aki ezt javasolta, mert hát szar lett, és utána megy vissza az analógra. Na, a következő kérdés a sokkal érdekesebb számomra. Péter Szabó Krisztián, év levese, év kotyvasztója. Mi a helyzet ezekkel a címekkel? Amit ugye... Decemberre tettük át, azt hiszem, egyszer beszéltünk róla. Egyrészt nem érkezett elég, hogy mondjam, pályázó. Nem így kell mondani. Nem Már érkezett megfelelő minőségű megfelelő pályamű. minőségű pályamű.
mennyiségű és minőségű pályamű. Másrészt ezt december elején egy nagyobb publicitás keretében újra hirdetjük. Nyilván, aki elküldte a levesét, az biztonságban itt van mögöttem, és naptól, fénytől és hőtől óvom, úgyhogy nem ütögeted, nem szúrod. Nem ütögetem, nem szúrom, nem lezárt borítékban van. Mintha csak a saját levesed volna. Mintha csak a saját levesem volna, kisen nyitottam. Úgyhogy mennyi ezzel ez a helyzet. Mennyi idáig egyébként? Jó. De azt hittem, azt mondod, hogy jó, most buktam le. Egy se. Engem is nagyon érdekel, mert most már el akarok indulni. Hát, Krisztián, hajrá! Hát majd, ha meghirdetitek megint, mert ja, jó. Nem tudom. De hát addig, nem addig, ismerem a körülményeket. Addig bármilyen nullás levessel lehet indulni, legyen valami kötődése az országhoz. Tehát, hogy ez egy magyar leves legyen, mint ahogy van Magyarország tortája, Magyarország nem tudom én milyen, legyen Magyarország levese. És ez nem egy profi gyártó levese lesz, hanem egy zug keverőjé, egy házi krőzusé. Krőzusnak hát a levese. Hát azt hívjuk fel a figyelmet, hogy nem úgy várod a Magyarország levesét, hogy mit tudom is, attól legyen magyar, hogy benne van a pulikutya vére. De figyelj, hogyha hát jó, most soha nem tudhatod. Kicsit föladtad a leckét, ezzel el kellett gondolkodnom rajta, hogy amin most dolgozok ízen, az hogyan tudom Magyarországon kontextusban helyezni. Átkötöd egy nemzeti szalaggal. Invertálni, de teszel bele egy kis sült szalonnát, ennyi egyébként a titok. Tehát. Nem, most már megvan a kontextus, úgyhogy nem, semmi gond. Ennyi. Jó, akkor menjünk tovább. Lehet menjünk... több levesről is nevezni majd egyébként? Ah, mennyivel akarsz, persze. Hát persze, mindegyiknél kicsengeted az 1500 forintos nevezési díjat. Nem, ingyen van, ingyen van. Na, menjünk tovább szerintem. Surányi Krisztián kérdése. Analóg függésről e-cigi ketyere szerelés függésre való átállás. Komoly kérdés. A függőségek terápiás kezelésénél szakemberek azt mondják, hogy aktív függőnél csak fókuszt váltani lehet, magát a lelki állapotot megszüntetni nem. Simán lehet. Azért nem értek ezzel egyet, mert bármilyen hobbi ugyanebbe a kategóriába tartozik. Igen, minden feleség szerint a férje hobbija beteges. Ez így van. És minden férj szerint az a beteges, amit a neje csinál. Igen. Szóval igen, lehet ilyen is. Én az elején nem így indultam meg, szerintem most se így vagyok, hanem azt csinálom, ami... Igen, tehát nem csak a szerelés lehet függésbe áthajló, hanem akár mondjuk a készülékek mennyisége iránti birtoklási vágy. Hallgatsz minket, Gergő? Szóval igen, az is lehet, hogy mondjuk veszel egyszerre 4-5 kájfunt, hogy legyen cserealkatrészed. Nem tudom, mi a jobb, vagy mi a rosszabb. Biztos van, akinél lesz szempont, nálam én pont annyit bütykölök vele, hogy üzemkész legyen. Igen, szerintem is egyébként egy idő után le lehet szokni, hogy az ember megtalálja azt az összeállítást, ami neki napi használatba kiállja a próbát, akkor én például ahhoz képest, ahogy neki kezdtem, és hogy annak idején turkáltam, meg jó, oké, most is megnézi az ember, hogy mi az újdonság, de nincs már az a birtoklási vágyam. Van egy jó kazánom, egy jó készülékem. Most beugrott, basszus, hogy a leges legelején, hogy ahány fajta kazánt mi kipróbáltunk, hát az rendszerűen. Megszámolni nem tudom, úgyhogy igen, ezen a kezdő betegségen át kellett esni, hogy töménytelen mennyiségű kazánt kipróbál az ember, de aztán ezen kívül más ilyen nagy nagyon valóságtól elugaszkodó dolgot nem tudok. Ez úgy van, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy én most már nem azt nézem, hogy kijött és kell, hanem hogy ilyen típusú már van, olyan típusú már van, tehát azokat keresem, ami még nincs.
Tehát olyat, aminek olyan bekötési pontja van, ami a fejemben szerintem az ideális, és olyat keresek. Amíg nincs olyan, addig nem veszek, kész. Valami, ami nagyon megindítja a fantáziádat, de tényleg így azért több száz termék után már gondolom kell, nagyon extrémnek kell lenni ahhoz, hogy kuriózumnak, hogy lázba hozzam. Igen. Na, úgyhogy ez a függés, ez nem annyira vészes, mint az ember gondolná. Nem. Tehát az érdeklődés az fönnmarad, de ez a fajta, ezt is kipróbálom, azt is kipróbálom, mindent ide, az a fajta dolog az el fog múlni egy idő után, ahogy beállnak a készülékek a Nem keze alá mindenkinél. az embernek. Nem mindenkinél. Tehát múltkor pont Gerinél voltam, és mikor azt a literes flakonnal drippeltünk, akkor mondtam neki, hogy nincs nálam drippkazán, valamit vegyél már elő, és elővett egy bontatlan, zörgős fóliás, tököm se tudja milyen tridentet, amiben még a gyári kínai tekerés volt. Szóval lehet ezt így Ő is. nem bízza a véletlenre. Nem. Na, és akkor most jöjjön Balanek Dániel olvasónk kérdése. Mi a rendes neve? Gavron. Gavron. De ha már itt tartunk, ez egy előző kérdésből fűzött rá. De ha már itt tartunk, lehetne jellemezni a szállító közegeket. Vatta, üvegszál, fémszövet, mire kell figyelni, milyen fajtáik vannak. Hát leginkább arra kell figyelni, hogy valamelyik mindig legyen otthon. Igen, Bocsánat, és a tekerésedben legyen, nem úgy, hogy jobbról balról, és a közepe ki van égve. igen, és Nem értem, miről beszélsz. az óramutató járásával ellentétes irányba kell tekerni. Na de hogy megkomolyodjunk, volt róla már szó, hogy nagyjából hogy néznek ezek a dolgok ki, minek mi az előnye, hátránya, felsorolhatunk egy párat azért érintőlegesen. Tehát amivel mindenki kezdett és jól lehet kezelni, az ugye az üvegszál. Az üvegszálnak az egy tök egyszerűen működő dolog, a kapilláris hatást követi az összes egyébként, szállítják a kis kapilláris csövek a folyadékokat, és ugye attól függően, hogy az üvegszál milyen átmérőjű. Várjál, Charlie, mert ez megtévesztő volt, amit mondtál, tehát az üvegszálban nem csövek szállítanak, hanem az üvegszál közötti tér Úgy, úgy, szállítja. úgy, hát Igen, csak a fonott üveg, igen, abból, a amit fonott mondtál. üvegszálban, tehát a fonott üvegszálak azok ugye ilyen kis henger alakú dolgok, és azok, ahogy egymás mellett vannak, ugye egy pici légrés van közöttük, ahogy azok összeérnek, és azok szállítják. Általános iskola fizika, kapilláris hatás, mindenki olvasson, utána googlizza meg. Hajszál csövesség, Hajszál hogy magyarul csövesség, mondjuk. igen. Szóval ez szállítja a közeget, aztán ott van ugye, mi jött utána? Utána jött a vatta. Csak az Nem, a... az üvegszálnál Ja, hamarabb, vagy a vattánál persze, hamarabb volt a a fémszövet. fémszövet. Ugye ott is ezt a hajszálcsövet, mindenni lesz, azt már nem is mondom többet. Ott egy kis kukacot sodort az ember, majdnem, hogy véres, vörösre dörgölte az ujjait, hogy jó legyen, és játszott a messzámokkal, hogy milyen finom szövet legyen, milyen középső magátmérő maradjon ott, milyen tűre tekerjen, azért ott bele lehetett szaladni rendesen föl lehetett szállni a szopórollerre, így mondom inkább. Így van. Íz, gőz, TH tekintetében egy aránylag jó megoldás, bár én a fogyasztását kritizálom a Fémszövetnek? fémszövetnek, Nekem igen. az sok volt, és mikor először kóstoltam Genesis-t, akkor egyből azt mondtam, hogy érezni, hogy fémre van tekerve. Azt a fém ízt éreztem, amit egy idő Én után ezt megszokik sosem. az ember. Hát nem tudom, Krisztián, én. Keményebb TH-ja van a fémszövetnek, mint az üvegszálnak. Ez tény és való. Bár én életem legjobb Genesis-ét, ezt a Kuzi kezéből kivett Kuzi Genesis-ből szívtam. És hát ott is azért, hogyha belegondoltok az első Genesis-ek meg a mostaniak között fölépítésben milyen technikai különbségek vannak, és hogy mennyit finomodott azóta maga a technológia, azért szerintem ezek nagyjából majdnem, hogy pariba vannak bármivel. Látszik azért, hogy mik az életképesek, mert
mert ez csak ugye listában itt nem volt benne, de most jutott csak eszembe, hogy kerámia, hogy fémsodrony. Ezek mind a, ugye valami, tehát az a rengeteg szopás faktor, ami volt a messzövet elkészítésében. Valaki megpróbálta kiváltani, és na, a kerámia is majdnem ugyanúgy szállítja. Borzasztó lassú, szerintem. Borzasztó lassú. Ott van a sodrony. Azzal is kell szenvedni. Hát ha ezt nem méretre vágatod le annál, akitől rendeled, hát akkor ott, tehát ez nem olyan, hogy az asszonynak a körömvágóolójával levágott Azt nem belőle fogod fél levágni. centit. Úgyhogy ezekkel lehetett rendesen szenvedni. Most én épp azon gondolkoztam egyébként, hogy itt van előttem még egy régi Genesis-em, ami annyit állt, hogy elérett benne a nagyon jó megtekert fűtőszál, és szerintem én szét fogom szedni, kimosom, és ezért fogok belerakni, rayont fogok mikrokoillal, megnézem, hogy milyen. És akkor el is érkeztünk a következő fűtőközegünkhöz, vagy leves szállítónkhoz, az a vatta volt, ugye, ami igazából szerintem ez a mikrokoil generálta ezt az egészet. A mikrokoil meg a vatta, ez már majdnem, hogy nagyon hülye biztos volt. Mert tényleg nem kellett ott játszani, hogy milyen messze legyen a menet egymástól. Föltekerted, megizzítottad, oxidáltad, összenyomkodtad, szépen egyszerre izzott, belehúztad a vattát, és működött, amit aztán cserélgettél pár naponta. És aztán megjönnek ezek a mostani újdonságok, hogy rayon, ami a vattához, ha összehasonlítjuk, akkor nekem sokkal jobb ízt ad, és TH-sabb is. Máshogy működik, mert a vatta duzzad, a rayon összeesik, ha folyadék éri, tehát más technikával kell tekerni, más mennyiségekkel, de szerintem sokkal jobb. És aztán jött ez a japán vatta, amiből szintúgy van millió gyártó. Hát nem millió, de sok-sok gyártó van, és nekem nem fűzte be a hozzá adott reményeket, és én most azt mondom, hogy a rayon az, ha már ilyen, és nem üvegszálat tekerek, akkor az rayon legyen. És ránéztem a GS-re, bocsánat, a GT-re, és rayon van benne, de mindegy, ez legyen zárójel. Úgyhogy körülbelül ennyi közeg van. Meg lehet nézni, csinált Phil Buszárdó is videót róla, hogy ezek milyen tempóban, tehát egy ilyen karton papírt átszurkált, abba belehúzta ezeket a vivőközegeket, és belelógatta egy tál színes likvidbe, és megnézte, hogy itt egy óra múlva, mit tudom is én, mekkora átmérőjű kör van, ergo milyen jól szállítja a levest, és például ott a vatta rayonnál, és a rayon kínai vattánál, tehát nem voltak azok a bődületes differenciák. De lehet, én például a sima vattához képest azt mondom, hogy sokkal-sokkal könnyebb a rayon, tehát a cellukotton rayon ki, hogy hívja, ezekkel dolgozni, mert megfogsz egy vékony szálat, lehúzod, és egyben lejön az egész a vattánál, meg ott olyan pepecselős volt, nem tudom, hogy ti melyikkel szenvedtetek, vagy mi. Én megmondom őszintén, tehát én mindenféleképpen a rayont támogatom, illetve én is azt használom. Sokkal egyszerűbb kezelni, mint a vattát. Írdatlan keményre be lehet húzni a tekerésbe, és az se árt neki. És a GS-ben most már ugye a levezető szál helyett is rayon van körbetekerve, és rettentő jól működik. Egyszerű, nem kell vele kínlódni. Hetente egyszer kihúzom a vattát a tekerésből, ugyanazt a tekerést használom tovább 3-4 hétig. Nincsen vele semmiféle probléma, és szerintem az íz visszaadása is. A legelején is azt mondtam, most is azt mondom, egy késpengényivel jobb, mint egy jó vattáé. Ugyanakkor a japán vatta annyira nekem nem jött be. Nekem a cellukottomba ez az egyszerűbb sodorhatóság volt az, ami bejött, mert hogy vattánál, tehát nem tudok annyira kezet mosni, hogy ne legyen valami Igen, minimális zsírréteg az ujjaimon, úgy és a vattát, érezted. ahogy összesodrod, az első két-három töltés a dripperbe,
a saját bőrömön lévő zsírt szívom vissza. Tehát mindig Nem volt úgy egy ilyen érezted, hogy izgalom. mikor megdörzsölted a vatta hegyét, hogy összeálljon, hogy minthogyha egy pici a bőrödből is ott maradna, hogy más lesz már a tapintása, az állaga a vattának. Igen. Hát mindenképp az ujjadon lévő zsírt nem tudod 100%-ig lemosni. És nekem nem is az, hogy ott más lett az állaga a vattának, hanem hogy azt végig kell sodorgatni, hogy meglegyen a formája, és ezáltal a fűtőszál körüli részeken is ott marad egy kis zsír, és én azt konkrétan érzem az első néhány töltésig, amíg át nem mossa annyira a leves, hogy az eltűnjön belőle. Én speciál a cellukottont ezért szeretem jobban a vattánál. Dripperekben én egyébként ezért szeretem jobban az üvegszálat. Mert dripperben azért könnyű odapirítani, és azért az üvegszál az megbocsátóbb ilyen szempontból, mint a vatta. Az Origenben például, hát ott azt mondja, hogy egy milisből van 8 darab egy tekerésben, az a kettőben összesen 16 milli, és nagyon szépen meg lehet tekerni. Én úgy szoktam, hogy ahogy megtekertem, ugye szárazon izzítok, utána csak egy-két csepp likviddel ugyanígy kipróbálom, hogy egyszerre izzik-e, aztán még egy pár csepp likviddel átizzítom, vagy hogy mondjam neked ezt, vagy hogy nektek ezt, és utána már nincs ez, ami régen is volt, hogy kell egy fél milli, hogy eltűnjön az az íz, mert addigra gyakorlatilag ezzel az ízítgatással ott szárazon, illetve a szárazság utáni csöpögtetésen megszüntette ezt az ember. Tehát az ilyen szempontból azért szeretem az üvegszálat. Illetve hát ilyen mennyiségben, meg ezekkel a vékony átmérők, hogy egy millis, vagy annál vékonyabb, sok összefogva, azért az piszok jól tudja hordani a levest. Ezért jobb. No, Gavron, köszönjük a kérdést. Fifika, ezt, ha jól látom, te akartad. Makkó Attila föltette a kérdést. Várandós kismamák kontra e-cigi. Nikotinos vagy nikotinmentes, a nullás lötyinek lehet-e bármi hatása a magzatra? Persze tudom, a legjobb, ha semmit nem szív az anyuka. Ez így van, azért is inkább PC-ztem ezt ki magamnak, mert volt már rá példa, hogy többen fordultak az Egyesülethez ilyen kérdéssel, bármennyire is hihetetlennek hangzik ez a történet, történet. De volt már több ilyen megkeresésünk várandós kismamáktól, illetve volt olyantól is, aki csak családot tervezett nagyon helyesen. Mindenkinek azt javasoltam, hogy én, mint az Egyesület elnöke, nem mondhatom azt, hogy már pedig szívjon egy cigarettát, mert az sokkal jobb, mint a dohányzás. Ugyanis önmagában a nikotinnal is probléma van a várandós kismamák esetében. Nyilvánvalóan, hogyha csak pótcselekvés kell az e-cigaretta, akkor teljesen jó a nullás likvid. Nyilván az a legjobb, hogyha egy bizonyos idő után azt is elhagyja. De a legjobb az, hogyha a dohányzásról már a terhesség előtt megpróbál valamilyen módon szabadulni, és a terhesség gyakorlatilag első pillanatától kezdve nem visz be nikotint a szervezetébe. Ugye azt mindenki tudja, hogy a magzat és az anya gyakorlatilag ugyanaz arra a keringési rendszerre van kapcsolva. A magzat korai fejlődésében a tüdőszövet fejlődése az egyik leglátványosabb a magzati szakaszban, és az, hogy ez a fejlődés teljesen problémamentes legyen, ahhoz az kell, hogy megfelelő mennyiségű oxigént tartalmazzon a vér. Ha valaki dohányzik, akkor elsősorban a véroxigén szintje fog alacsonyabb lenni, illetve a nikotin hatására beszűkülnek ugye az erek. Na most gondoljuk el, hogy egy magzatban milyen hajszálvékony erek futnak, és hogyha ezek beszűkülnek, akkor a magzati fejlődést gyakorlatilag visszafogjuk. Ezért aztán mindenkinek azt kell tudatosítania magában, hogyha terhesség alatt dohányzik, egy olyan rizikófaktor
lesz a gyermek fejlődésében, ami később írtatlan módon visszajut a gyerek későbbi fejlődésébe. Mérhetően egyébként akár az IQ-t, akár a születési súlyt, akár a tüdőszövet vagy a tüdőkapacitást mérik, a dohányzó anyák 20-30%-kal gyengébb gyerekeket hoznak a világra. Tehát ez Bocsánat, egy... de Igen? azt is említsük meg, hogy a koraszülés esélye is szignifikánsan megnő. Megnő, így van. Tehát egyébként, hogyha komolyabban megnézed a dolgot, akkor 5 olyan rizikófaktort emelnek ki a dohányzással kapcsolatban. Ugye az egyik a halvaszülés, a másik a koraszülés, a harmadik a szívelégtelenség, a negyedik a légzési problémák, az ötödik az idegrendszeri zavarok. És még ehhez hozzájön az is, hogy egy teljesen friss statisztika szerint, mert amikor már múltkor majdnem beszéltem róla, azóta született egy statisztika, hogy a SIDS nevű, ez a hirtelen csecsemőhalál ez a nevű betegség is gyermekágyi. szignifikánsan nő a dohányzó anyák által szült gyermekek körében. Tehát nem akarunk mi a tűzzel játszani, amikor már valaki terhes, nullásnál erősebb likviddel ne próbálkozzon, gyakorlatilag egy pótcselekvés, és a nikotintapaszt is kerülje. Tehát Ami rajta is van egyébként szerintem a csomagolásokon. Ebből igen, csak ezt képzeld el, hogy a világ számos helyén egyébként a terhes anyukák leszoktatására használták a nikotintapaszt. De ezt sem. Tehát az azért már mutat némi anomáliát, nem? Amikor minket basztatnak, akkor a gyógyszercégek még használják a nikotintapaszt a terhes anyáknál. Tehát önmagában nem csak a dohányfüst véroxigén csökkentő hatása, hanem a nikotin hozzáadott hatása is kockázatos. Tehát mindenkinek azt szoktam ilyenkor ajánlani, hogy basszus, tehát annak idején, amikor a Kárpát-medencébe bejöttek a magyarok, akkor megtervezték azt a kurva bejövetelt, előtte egy évvel bevezették az elhálás tilalmát, ami annyit jelentett, hogy nem dugtak, mert szülőnővel nem lehet Kárpát-medencét hódítani. És mindenkinek a családtervezéskor el kell döntenie, hogy mit akar. Egyébként a nők ilyenkor sokkal, de sokkal nagyobb késztetést éreznek arra, hogy letegyék a cigarettát, és nagy részüknek sikerül is, de akinek nem, az még előtte szabaduljon meg, és aztán essen teherbe, ez a legtisztább állapot. Ennyit akartam ehhez a részhez hozzáfűzni. Én még annyit tennék hozzá, hogy két dologról beszéltünk, ugye a véroxigén szintről, meg a nikotinról, de azért a cigarettában irdatlan mennyiségű karcinogén anyag van, ami bekerül a keringésbe, és a közös keringés miatt ez átmegy a babán is mind-mind, úgyhogy irgalmatlan felelőtlenség lenne dohányozni. Jó, akkor ezt megbeszéltük? Meg. Jó, következő, Kocsis Tomi kérdezte, átállás egóról. Mármint, hogy azoknak, akik már használják, ha van segítsége, haverja, vagy ha nincs segítsége. VV, Varivat, vagy Meha. Tudjuk mind, hogy Facebookon sok a profi kezdő. Kezdem akkor én a sort, ha szabad. Átállás egóról tehát már elektromos cigizik. Hogyha ő úgy érzi, hogy ez neki kevés, csak akkor. Tehát azért, mert nekem nagyobb van, nem kell ráerőltetni. Van, aki, nekem is kollégám, aki teljesen jól megvan a Vision spinnerével, és neki nincs szüksége nagy modokra. Ő azzal boldog, jó van. Ez volt az, hogy ha van segítsége. Ha nincs segítsége, és úgy érzi, hogy kevés, akkor szerintem a legutolsónak, és menjünk hátulról, mert szerintem az egyszerűbb, legutolsónak kell lenni az, hogy valaki mehát vesz. Mert az nem egy megbocsátó készülék.
Ott nem Az lehet olyan, hibázni. mint egy tiltás nélküli versenyautó. Hogyha a Nem. motort úgy hajtod, hogy nincs benne tiltás, egyszer csak tönkreteszed. Csak hogyha itt mondjuk tönkreteszed, akkor nem a készülék megy tönkre elsősorban, hanem a kazán, vagy ami a készülék meg a levegő között van, az a fejed. Tehát, hogyha fölrobban, vagy megégeti a tenyered, akkor az Az fáj. bizony büntet. Az, hogy VV, vagy tehát, hogy vari volt, vagy varivat, igazából ez csak ilyen lustaságnak mondanám. Tehát, ha valakinek van egy fix, jól bevált kazánja, és mindig ugyanolyan ellenállással használja, uram, bocsá, tudja használni az ohm törvényt, és nem lusta, akármelyik, már milliószor említettük, ilyen számoló programba belepötyögni, hogy kitapasztalta egyszer, ha kiszámolta, hogy 8 watt, mert neki az jön be. És ha bepötyögi, hogy 8 watt, és bepötyögi, hogy 2,4 ohm, ki fog adni egy feszültségértéket. Hogyha ezt újra tekerésenként egyszer megejti, szerintem bőven tökéletes lehet neki egy varivoltos készülék. Akár vesz használtan egy provarit, akár bármilyen más olyan készüléket, ami nem tud varivattot. Ha meg valaki olyan, hogy érdeklik a dolgok, és valamilyen szinten lusta is, mert nem akar számolgatni, és cserélgeti mondjuk a kazánokat, mert más íz naponta többször variál, akkor én azt mondom, hogy vegyen egy jó minőségű varivattos készüléket, és itt a jó minőség alatt kihangsúlyozottan én nem támogatom a Kínából érkező DNA klón másolatokat, már csak azért sem, mert csak föl tudnék sorolni három embert, akinek vagy összeomlott az elektronika a készülékében, vagy töltés közben fölgyulladt. Nem akarom senkinek a boltját rontani. Az egyik egy fasztekes DNA volt Csirik Laci barátunkkal, akinek töltés közben megkotlott az elektronika és fölgyulladt szó szerint. A másik, ki volt, aki Belinea. Belineának ugye a töltő áramkör engedte el a ragasztást, és így a készülékbe beesett, nem tudta tölteni. Aztán neki nem is töltött, és kicserélte egy eredeti töltő áramkörre. Szóval elektronikánál azért figyeljünk már oda, hogy honnan és mit. De én azt mondom, hogy vari volt, vari vatt, majdnem egyenrangú. Aki az egyszerűségre törekszik, az vesz egy vari vattot. Mit tudom is én, mennyi most? 20 000 forint lehet Nagyjából egy igen. normális varivattos készülék, és akkor örök élet meg egy nap, meg a lustaság, mert beállította 8-10 wattját, és cserégetheti a kazánokat. Ezen én mindig olyan jót dörlökezem a vari volt versus varivatt dolgon. Annak idején elsők között volt lávacsövem, és soha nem néztem, hogy hány volton megy. Ha nem tetszett, följebb nyomtam, ha nem tetszett, lejjebb nyomtam. Írszenetosan nem érdekelt, hogy mit ír ki a készülék. Az a lényeg, hogy én jó gőzt érezzek meg jó ízeket, ennyi. Hát ha emlékszel, régen voltak azok a videók, mikor Blacky mondta, hogy na, akkor induljunk, és akkor mit tudom is én, 3,8-ról, aztán 4, aztán 4, egy, na, most jönnek meg az ízek. Igen, ez van. Ha az ember egyszer kitapasztalja, akkor utána nem kell sokat variálni egyikkel sem. Egyszer beállítod, ott jó érzi magát, pláne ha mindig ugyanolyat tekersz bele, mindig Na, akkor persze, ellenállás. csak ezért mondtam direkt a vari wattot, mert ott tényleg lehet az, hogy van egy drip kazánod, amit mondjuk 1,2 ohmra tekersz, vagy van egy Helixed, ne legyen Helix, akármi más, amit mondjuk 2 ohmra tekersz, és akkor ott menet közben lehet, hogy lusta arra, hogy kiszámoljon 2-3 értéket, és ezt fejben tartsa, akkor tök kényelmes lehet a vari watt. Mert én is a Z-Maxot annó pont ezért vettem és használtam, hogy volt 4-5 kazán, és élveztem ezeket a csereberéket. Meg
találkozóra. Nekem például az nagyon kényelmes volt elmenni egy varivattossal, hiszen elviszed a varivattost, mindenki odaadja a kazánját, hogy kóstold meg, próbáld ki, és kipróbálod a saját magadnak komfortos teljesítményen, és nem teszed tönkre a kazánját sem, és azt a teljesítményt kapod, amit te szeretsz. Én egy másik oldalról közelíteném meg a kérdést, hogyha ha valakit érdekel az, hogy tekergessen magának kazánt, akkor jó választás a mehamod. Ha valakit egyáltalán nem érdekel, és gyári kazánfejeket akar cserélgetni a bevált kazánjába, akkor inkább praktikusabb a vari készülék, vari volt vagy vari volt, mert azzal még utána tud állítgatni. Tehát a mehával valahogy én úgy érzem, hogy kéz a kézbe jár az, hogy te tekered magadnak a kazánba. Milyen tekerést használsz benne? Na jó, csak igen, az olyan, az hogy mit, engem is érdekel a haditechnika, még sincs itthon tankom. Tehát, de van mehád. Hát mehám az van, de érted, hogy miért van mehám. Stím, csak én tekertem már a mehámra gyári kazánt, és valahogy nekem az nem plappolt. De én úgy gondolom, túl hogy egóról, tehát az egó és a meha között azért van még sok-sok árnyalata a színeknek. Én egy egó kaliberű készülékről jöttem át a mehára, tehát igazából mindenkinél más az érdeklődés, más, hogy mennyi időt telt el, mit tapasztalt meg a készülékéből, tehát hogy mennyire ismeri a saját felhasználási szokásait. Tehát, hogyha valaki gyári kazánt akar használni, amit nem kell tekergetni, akkor szerintem a vari készülékek azok, amivel tud utána állítani. Vagy, hogyha valaki szeretne tekergetni, de nem bízik magába, akkor a vari készülékekkel még tud egy ne adj Isten nem tökéletes tekerésnek még utána korrigálni. Illetve hát az esetleges rövid zárat egyből visszajelzi. De nekem ez a fő problémám, hogy az, aki éppen mondjuk tekergetéssel játszik, vagy tehát az nem lehet ritka, hogy véletlen nem úgy sikerül, és már a nem úgy sikerül alatt azt értem, hogy rövid zár van benne mondjuk. Mert a nem úgy sikerül alatt úgy értem, hogy hívják, kettővel többet teker rá, és nagyobb az ellenállás, amit szeretné. Vékonyabb húzalt használ, mint addig, tehát na, sok. Multiméter ezen azért sokat segít. Persze, csak azt akkor, akik esetleg hallgatnak minket, és nem tudják, hogy mit választanak, azért tegyük azt is hozzá, hogy amíg mondjuk jó eséllyel van egy egója, vagy van egy szabályozott egója, és gondolkozik, hogy elektronika vagy meha, akkor a mehánál erőteljesen azt fogja érezni, hogy gyengül a gőz, gyengébb a gőz, nincsen gőz, semmi nincsen. És tehát ott meg kell szokni azt, hogy ne vigye mély merülésbe az aksit, míg az elektronikás készülékeknél te azt mondod neki, hogy ennyi legyen, az az első sluktól az utolsóig jó eséllyel ugyanazt az ízélményt, TH-t, gőzt kapod. Viszont a sok egó után én, ha a vari készülékem lenne, akkor én folyton minden nap azt lesném, hogy mikor dobja fel a talpát az elektronika benne. Úgyhogy ebből a szempontból viszont nagyon kényelmes, ahogy ezen nem kell izgulni. De föl tudsz sorolni? Most gondolkozom, de nekem nem volt olyan készülékem. Egy volt a Z-Max, amiben a gombot ki kellett cserélni. Elektronikai problémám a panellal sosem volt. De ez az én hülyeségem. Ezért mondom, hogy mindenki ismeri a saját felhasználói szokásait, elvárásait, félelmeit és nyűgjeit, akkor az segített ahhoz, hogy döntésre jusson ebben a kérdésben, mert én nem szeretnék elektronikával szívni, én tökre megszoktam a mehánál azt, hogy nyelvre megállapítom, hogy mennyi szufla van az aksiban, és mikor kell cserélni. Nyelvre megmondott 2/10-es pontossággal. Nem 2/10, 1/10-re megmondtam aminap. Nem akartam fölvetni, de most már annyira magas a labda. Konkrétan 1/10 pontossággal megmondtam aminap, hogy bakker, ez az aksi, ez most ennyi. És annyi volt. Én csak azért nem... Mindegyiknek megvan a maga varázsa. Mondtam, hogy nehogy csalódás legyen a dologból. Tehát, és, tehát azt sem lehet kijelenteni, hogy most cloud chasing a medvehagyma, hogy lehet azt egy VV-vel, mármint hogy varivattal, lehet azt egy mehával
de nem attól fog függni a gőz mennyisége, hogy mivel szívja az ember, hanem hogy technikailag mennyire rákészült, vagy mennyire van ismeretében a dolgoknak, tudja-e az összefüggéseket, hogy azért lesz nagy gőzöm, mert így tekerek, úgy tekerek, ezt rakok bele, azt rakok bele, ilyen feszültségen, olyan áramerősséggel szívok. A mehánál semmi korlát nincs, ez valóban. Na mindegy, ez az én véleményem, az meg a tiéd, hát ettől jó a dolog. Szerintem mondtunk sok szempontot most. Így van, és hogyha mondjuk magamból indulok ki, hogy mivel kezdtem, és hogy mentem végig a készülékeken, akkor azt kell, hogy mondjam, ugye kezdtem egy KRD-vel, ami egy cigi formájú, aztán folytattam egóval, aztán volt láva, és akkor volt életem első kvázi mechanikus készüléke, amikor vettem egy Genesis-t, és akkor utána megint visszatértem a VV-re, és most már majdnem egy éve csak mehát használok. Tehát a mehához meg kell érni nekem ez a meglátásom. Tehát kvázi én egyetértek a Charlie-val ebből a szempontból, hogy mindenki menjen végig a szamár létrán, és ne az legyen az első, hogy mindjárt kezébe nyomunk egy mehát, ne se szívjad, mert ez marha jó. Hát mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya, ismerni kell, és a mehához. Mert például lehet, hogy nem tudja, mit kell azzal kezdeni, amikor nekem a panzerben hirtelen... Hirtelen elillult a rugóm, és nagyon könnyű lett nyomni. De már attól, hogy könnyű volt nyomni, már tudtam, hogy nincs valami rendben, szétszedtem, és hoppá. Hát ez olyan, mint mikor lánkhegesztésnél visszaég a pisztoly. Értem. Ja. Na menjünk tovább. Félejét is ne essék, nem azt akartam mondani. Charlie, én a 9-est azt eltenném a jövő hétre. Azt akartam mondani, hogy... Nagyon messze vezet. Akartam egy kis beharangozót, hogy a következő olvasóit azzal fogjuk kezdeni, hogy házilőtyi keverés szabályai, miből érdemes, hol lehet segítséget találni. Itt lesz minden. Táblázat, fórum, kazánok fajtái, és a többi, és a többi. A kérdést előre is köszönjük Balanek, Dánielnek. Az befejezem, amit még elkezdtem. Na mondja. Szóval én nem a vari készülékek ellen próbáltam kampányolni, teljesen jó. Tehát ja, nem is, de nem is gondoltuk úgy, ja, hogy jó van, jó van, jó van. Hát nem, neked a... Nem. Hát én is, nekem is ilyen időszakaim vannak. Hónapokig szívtam a pázót, most állj meg, ganaj, túró, ne ásítozzá, annyira még nincs késő. De. Jó, hát ha így gondolod, akkor rekesszük be, 1 óra 42 percnél járunk, adjunk címet neki. Van, aki ennek örül. Ja, 1:40, igen. Annyi rossz, mindig ezt mondom, hogy annyi rossz hír volt, mert nem tudok olyat mondani, hogy annyi jó hír volt ma. De mindegy, a színesek azok szerintem földobták a dolgot. Úgy, meg hogy, mi is. Hát, mi igazán. Mi adtuk meg a savát, borsát az egésznek. Zsír. Disznó zsír. Nehéz szülés. Nehéz szülés. Válasz úton van az e-cigaretta valamit. Jaj, várjál, erről tudod, mi jut eszembe, a izé, hogy hívták? Megyesi. Útelágazódás. Útelágazódás. Akkor szerintem mi is. Legyünk most egy útelágazódás. Útelágazódás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Egy élmény volt. Sziasztok. Köszi, sziasztok.